Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Két világ barokk zenéje koncerten itt, a Párbeszéd házában. Szeretném külön üdvözölni Grétel Soraya Matthias konzult az argentin nagykövetségtől, Forrai Tamás jezsuita provinciálist és a jelenlévő jezsuita szerzeteseket, ezen kívül a diplomáciai testület jelenlévő tagjait, akik valamikor is Argentinában szolgáltak. A mai estén a dél-amerikai jezsuita zene Cotta anyagának ősbemutatóját hallgathatják meg. A koncert művészeti vezetője Szilvia Leidemann. A hangverseny keretein belül a kárpátaljai magyarok számára gyűjtünk adományokat. Aki adakozni szeretne, az a kápolna bejáratánál elhelyezett adománygyűjtő ládikáknál teheti ezt meg. És tisztelettel megkérem Önöket, hogy pusztán a statisztika miatt a körbeadott részvételi listára iratkozzanak fel. Először mondanék pár szót a dél-amerikai barokk zenéről. A 17. századtól a jezsuiták Dél-Amerikába érkeznek hittérítő missziós célból. Ez az Európából kitűnően megszervezett program nagyszerű eredményeket ért el az 1767-ben történő kiutasításukig. A jezsuiták a dél-amerikai földrészen hirdették az igét, miközben a zene, mint a hittérítés egyik fő eszköze felhasználásával igyekeztek az őslakosok kultúráját szinkretizálni. Bolívia keleti részén Schmidt Páter a 18. század elején megalapítja a Chiquitosi missziót, ahol a zenei gyakorlat mindennapos volt. Az egyháziak megtanították az őslakosoknak a hangszerek készítését és a rajtuk való játékot, valamint a kompozíciós és improvizációs technikákat, mint például a basszó continuót. Az őslakosok igen hamar rendkívüli képességeket tanúsítottak ennek az európai zenének az előadásában. Schmidt Páter a misszióban bevezeti a vonós hangszereket, mint a hangszerelés alapját. Hozzájuk csatlakoznak oboák, fagottok, fuvolák, lantok, orgonák, billentyűs hangszerek és természetesen az énekhang. Ez a gyakorlat a liturgiát és más különleges eseményeket szolgált. Használati célra írott zene volt. Miután a jezsuitákat kiutasították, a templomi zene gyakorlatával felhagytak, míg végül ez teljesen megszűnt a 19. század első negyedében. Csak 1983-84-ben Hans Roth, svájci építész, aki a Chiquitosi missziós templomok restaurálását végezte, amely ma már a világörökség részét képezi, egy oltár alatt mintegy 5000 kottalapot fedezett fel, ezeket a partitúrákat főleg a Szent Anna és a Szent Rafael missziós telepeken találták. Jelenleg a Nyufló Chávez apostoli helynöki hivatal püspöki archívumának zenei kézirat gyűjteményében vannak a bolíviai Concepción de Chiquitosban. A műsorhoz képest egy extra darabbal kezdenénk a koncertünket. A Chiquitosi archívumban Gregorián dallamokat is találnak, és most hallgassák meg Kemény Kinga énekművész előadásában nagy csütörtöki matutinum első nokturnuszának első antifónáját, Zélusz Domusz. Thank you.
És most már a önök kezében található műsor szerint megyünk tovább. Litánia, Anna Nupakina Sucetana, Bolívia, Chiquitos bolíviai ősi nyelven fog elhangzani. Szövege magyarul a következő. Íme a fájdalmas szűzanya a kereszt lábánál, rajta a fia megfeszítve. Szíved fájdalom tőre járja át, ó te szegény, minő fájdalom. Most verzuszok következnek. A verzuszok eredetileg a mise részei közti orgonadarabok. De a Chiquitosban ezek egy vagy két hegedűre és kontinúra íródtak, és az archívumban 18 verzusz maradt fenn. Ugyancsak 18 szonáta maradt fenn két hegedűre és kontinúra, melyekből a blokk végén a hetedik szonáta presto tétele hangzik majd el.
A nagy csütörtöki Gregorián után most Kemény Kinga előadásában hallgassuk meg egy nagypénteki matutinum harmadik nokturnuszának első antifónáját, Longe Fecisti. Bebizonyított tény, hogy a dél-amerikai jezsuita missziókba számos pap, szerzetes Közép-Európából érkezett, köztük magyarok is. Ők egyrészt magukkal vittek zenei anyagokat is, másrészt a helyi lehetőségekre alkalmazva azokat, illetve tudásukhoz mérten, emlékeikre hagyatkozva újakat is komponáltak. Egyértelműen kimutatható az anyagban, hogy használati célra szánt zene, mint ahogyan az is, hogy egyes darabok zeneszerzői őslakosok voltak. De a szerzők anonimitásban maradtak, hiszen itt nem ők voltak a főszereplők, hanem akinek a dicsőségére ezek a darabok születtek. A Csikitoszi barokk archívumban kétféle stílust különböztethetünk meg. Az egyik az olasz barokk hatású, a másik pedig közép-európai hatású, melyekben felismerhetők olyan barokk darabok dallammotívumai, fordulatai, hangszerelései, mint például Eszterházy Pál Harmónia Celestis-e. Az együtt muzsikálás a missziókban a mindennapi élet szerves része volt, akár a zeneoktatás, akár a hangszerkészítés részeként. Louis Berger Belgiumból, illetve Florian Pauke Ausztriából hangszerépítészetet tanítottak. Érdekességként említem meg, hogy leírt krónikákból ismert, hogy Pauke atya a paraguayi guarani őslakosokkal vendégszerepelt a Buenos Aires-i katedrálisban, ahol a zenében művelt hallgatóság megdöbbenéssel hallgatta az európai színvonalú előadást. Az őslakosok pedig Pauke atyától honoráriumot is kaptak ezért a szereplésért. Most hallgassanak meg három antifónát a Csikitoszi archívumból. Serve bona, bone, üdv neked jó szolgának, aki hűséges vagy, lép be urad örömébe. Euge serve bone, hűséges és bölcs az a szolga, aki urát saját családja elé helyezi. Beatus ille servus, boldog az a szolga, aki midőn urát megtiszteli és ajtaját kinyitja, mellőzi az utána leselkedőket. Kemény Kinga és Kutik Rezső énekel.
A Csikitoszi archívum tartalmaz miséket, hangszeres darabokat is, mint például szonátákat, egyikből már hallottunk egy részletet, és partidákat. A partida szó eredete, parte, rész, kis téma szerint csoportosított darabok, mint partida a gyümölcsökről, partida az erényekről, partida a fémekről. Általában két szólamban hangzanak el, és kontinuóval. A most elhangzó partidák különböző szvittekből lettek összeválogatva. Összesen 70 partida maradt fenn, ezek közül csak 2-3 olyan van, ahol a komplett partitúra maradt fenn, a többieknél, mint a most elhangzó darabok is, csak az első szólam. A most elhangzó partidákat Szilvia Leidemann rekonstruálta. Tehát a következő részek fognak elhangzani. Prudencia, óvatosság, az erények partidájából, hierro, vas, a fémek partidájából, rossa, vagyis rózsa, a virágok partidájából, plomo, vagyis ólom, a fémek partidájából, és naranja, vagyis narancs, a gyümölcsök partidájából. Thank you.
Az archívumban 200 billentyűs darab is fennmaradt. Ezek közül most hallgassák meg a Para la Reina de Hungría y Bohemia Coronada, vagyis Magyarország és Csehország koronás királynőjének címűt. Itt ez a cím is utal arra, hogy magyar jezsuiták is részt vehettek, valószínűleg részt vettek a missziók munkájában. Persze felvetődik a kérdés, hogy ki lehetett ez a királynő, valószínűleg Mária Teréziáról van szó. Ismét Csikitoszi bolíviai ősi nyelven hangzik el két misszionárius ének, Adagio és Allegro. Égess meg, könyörgök neked, Jézusom, égest ki zsigereimet édes, lángoló tüzeddel, hogy így közelebb juthassak hozzád itt a földön, és örökké veled élhessek majd az égben. Thank you.
Koncertünk vége felé közeledve most hallgassanak meg egy harmadik Csikitosban fennmaradt Gregorián dallamot, nagyszombati matutinum harmadik nocturnusának harmadik antifónáját, Factum sum. Műsorunk utolsó darabja előtt engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy ebben a nyári melegben ma velünk tartottak, és megismerkedtek ezekkel a ősbemutatott zenei darabokkal. Külön köszönjük támogatóinknak a támogatást, az Ars Sacra Alapítványnak, az Argentin Köztársaság Nagykövetségének, a Párbeszédházának és a Magyar Tudományos Akadémiának. Az utolsó darab remekül illusztrálja, hogy a missziókban milyen magas szinten zajlott a zenélés. A jezsuiták mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az általuk terjesztett európai zene mellett ápolják és fenntartsák, megőrizzék az őslakosok zenéjét is. A bolíviai Csikitosban 1996 óta két évente rendezik meg a Csikitos Bolíviai Barokkzenei Fesztivált a különböző csikitosi missziós templomokban. A jezsuita missziók templomaiban mára újra verbúválódott egy őslakosokból álló állandó kórus és zenekar, és ezek a missziós templomok összetartják az őslakos közösséget, és köréjük szerveződik mindennapi életük.